húsos káposztás gombócot fogok készíteni még hozzá gőzpárolóban. Az első feladatunk az lesz, hogy elkészítjük hozzá a tésztát. A tészta egy, majdnem egy klasszikus gőzgombóc tészta, annyi csak, hogy most nem lesz benne zsíradék. Az első feladatunk az lesz, hogy a lisztet, ami egy 300 g liszt, egy 5 g sót és 10 g friss élesztőt beleteszek ebbe a tálba. Először a sót elkeverem a liszttel, hozzáteszem a friss élesztőt, hozzáteszek 160 g vizet, és egy dagasztógép segítségével egy jó kis egyenletes tésztát fogok belőle gyúrni, majd duplájára keleztem, és utána meg fogjuk formázni. Ebből a mennyiségből összesen 10 gombócot fogok csinálni. Közben elkészítem a tölteléket. A töltelék a következőképpen fog kinézni. A káposztát egy picit meg fogom fonnyasztani egy serpenyőbe, egy kevés szezámolajjal, majd ízesítem egy kis halszószal és szójaszószal, és utána hozzákeverjük a töltelékhez, ami a hús, sertésdarált hús, és ebbe rakni fogok majd egy kis kínai ötfűszerkeveréket. A végén tálaláskor majd kerül rá egy kis mézes csili és pirított szezámmag. Kezdjünk is neki. Elkészült a tésztánk, beletesszük egy edénybe, addig pihen, elkészítjük a gombóc hozzávalóit. Szükségem van egy kis káposztára. Én ebben az esetben egy kis kelkáposzta leveleket választottam. A torzsáját kivágjuk belőle, vagy kitépjük belőle, arra nincs szükségünk. És ilyen kis apróra összedaraboljuk. Majd miután összedaraboltuk, egy kis szezámolajba megpirítom. Közben előkészítem a tölteléket is majd, a húsos részét. Egy edénybe beletesszük a darált sertéshúst, egy picike sót, a kínai ötfűszerkeverékből. Ebbe is teszünk egy pár csepp szezámolajat, meg a serpenyünkbe is. Egy tojásnak csak a fehérjére van szükségünk. Egy kevéske szójaszósz, halszósz. Körülbelül egy evőkanálnyi. Kevés csili. Fokhagyma. És a megpirított káposzta fog belekerülni. Ha a tésztánk megduplázta magát, 10 egyenlő részre el fogom osztani, és majd ebbe beletöltjük a tölteléket. Tálaláskor friss koriander, friss petrezselyemzöld, illetve pirított szezámmal kerülhet a tetejére, és egy ilyen mézes csili szószal fogjuk még nyakon önteni. Elkészült a tölteléknek a hozzávalók, benne van a pirított káposzta, a fokhagyma, az ötfűszerkeverék, a csili, illetve a tojásnak a fehérjéje. Ezt az egészet összekeverem. Jól laposan összedolgozom. Aki szereti, tehet bele plusz gyömbért is nyugodtan. Nagyon kellemes, jó íze lesz tőle. Én most ezt a öt fűszerkeveréket választottam. Közben egy száraz serpenyőbe megpirítjuk a szezámmagot. Szép aranybarnára, vagy itt a serpenyőbe a tűzhelyen, vagy betesszük a sütőbe. Az is egy jó megoldás. Most már megnövekedett a tésztánk, 10 egyenlő részre fogom vágni, és ezt fogjuk megtölteni a hússal. Megpróbáljuk őket egyforma méretű kis gombócokká formálni. Kinyújtjuk, a közepébe halmozunk egy adag húst, majd szépen elkezdjük összefonni. Összecsípkedjük. Megformázzuk, és körülbelül ekkora kis töltött gombócokat szeretnék. Belerakjuk egy perforált gőzpárolós edénybe, és megvárjuk majd, amíg duplájára meg fog kelni. Utána pedig berakjuk 18 percre egy 100 fokos gőzpárolóba.